Az rohadtul fárasztó, mikor nekem az én mátkám barátnőinek vagy barátainak kell megfelelnem, mert ők nehezményeznek dolgokat, amihez egyébként mi a franc közük van, és tehát ez szerintem ez sokkal jellemzőbb. Az én mátkám. Na, igen, ez szépen mondta. Ez van most mátkád? Következő téma? Nem, itt viszont a barátnő egyébként ezt szeretné befejezni, ezt a gondolatot, ezt engedem el. Szóval, hogy itt a barátnő felelősség, hogy mennyire hagyja befolyásolni magát a barátok által, és mennyire van veled? Persze. Nem? De persze, csak világos, csak azt mondom, hogy egymás életét azért tisztelni kéne annyira, itt az asztalnál is. A bulvárban tisztelem, csak a bulvárban is. Most már nem menekül. A bulvárban is van, igen, van már. Igen. De... Ú, és hogy hívják? Pierre. De jó, és François. Tehát, hogy François, igen. Kedves barátunk, François. Imádja a parlamentet. Nagyon szeretem, sosem mondanám. Emlékszem, vizet ittatok. Na, mondja, beszélj már. Nem, hát ezt megbeszéltük, hogy nem fogok beszélni jó, ezekről. Úgyhogy most így direkt bekérdezt, így elmondtam, de a lényeg az, hogy óvatosan kell egymás szférájába bemenni, igen, és ezek mind olyan dolog, ami később rosszul jön ki, legyen az akár a nagy nyilvánosság előtt, akár a privát életünkben, az mindig valamilyen tolakodásnak lesz a...